A létezésnek számtalan formája lehetséges. Mi itt a Földön, a tér és az idő világában élünk. A három dimenzióban. Így természetes, hogy az anyagi világban lévő dolgokat éljük és tapasztaljuk meg. Az érzékeink itt működnek a legerősebben. De ezen túl is vannak világok. Van valami, amit érzékelünk ebből, de sokszor nehéz rá kézzel fogható választ adni. Mert ez már a fizikai érzékelésen túli világ. Isten maga a tiszta megnyilvánulás, maga a létezés, a teremtő szellem. Az ősrezgés, melyből minden származik. A világon bármerre jársz, bármilyen vallással is találkozol, mindannyian ugyanarról az Istenről beszélünk. Hisz Isten a mennyei atyánk, a végtelen szeretet ősforrása. Szeretete határtalan, így teljes bizalommal fordulhatsz hozzá, hisz senkit nem bírál. Tőle csak szeretetet és erőt kapsz. És Isten megteremtette az angyalokat. Erőt az erejéből, fényt a fényéből. Isten szintiszta megnyilvánulásai, első teremtései, azok a tiszta szellemi fénylények, melyek végtelen energiájukkal és erejükkel őrzik és hordozzák az univerzum szellemi törvényeit. Mi angyaloknak nevezzük őket, de a világ minden vallásában jelen vannak, és különböző nevekkel illetik őket. Az angyalok az isteni létnek egy-egy energiáját hordozzák magukban, az azokhoz tartozó feladatokkal, rezgésekkel és fényekkel. Mi emberek is magunkban hordozzuk a teremtő Isten egy-egy szikráját, hiszen lelkünk a mennyei atyától származik. Az emberi test ad lehetőséget arra, hogy lelkünk, az örök énünk megtapasztalja a tér és idő világát, a földi létezés csodáját. A lélek az itteni földi létezés tapasztalásai által fejlődik, és egyre magasabb minőségeket él meg, és ér el. A megszületésünk életünk szent pillanata, melyben benne van egész életünk. Amikor elvágják a köldökzsinort, akkor a lélek testet ölt. Ezen szent pillanatban még mindent tudunk, és látjuk a tervet is, mellyel megérkeztünk a földi létbe. Majd Gábriel arkangyal angyali érintésére a terv láthatatlanná válik számunkra, hogy mindaz, ami benne van, megélhessük és megtapasztaljuk. Itt a földi létben sem vagyunk egyedül. Születésünkkor ott vannak velünk a születést segítő égi lények, a születés angyalai. És ekkor csatlakoznak hozzánk az őrangyalaink. Van, akinek egy őrangyala van, de van, akinek kettő, három is. Az őrangyalok is Isten angyalai. Végig kísérnek minket az életünkön át, ott vannak velünk minden pillanatban, soha el nem hagynak. Ő a legmélyebb és legtisztább égi barátod, aki Isten végtelen szeretetével szeret téged, és elfogad úgy, ahogyan vagy. Minden érzésedet és gondolatodat ismeri.
segít a sorsod beteljesítésében. Sugallatokkal, érzésekkel, szavakkal, gondolatokkal, és nem ritkán tettekkel is. Az őrangyalod mindig ott van veled, és az eredeti tervednek megfelelően terel az utadon. Az őrangyalokon túl vannak további égi segítségek is. Ahogyan felnövünk és fejlődünk, úgy életünk különböző szakaszaiban újabb és újabb segítők csatlakoznak hozzánk, míg a régiek távoznak. Mindig azok vannak mellettünk, akik az adott időszakban a legtöbbet tudnak segíteni nekünk. Más segítők vannak a kisgyermekek mellett, az édesanyák mellett, a szerelmesek mellett, a diákok mellett, és más-más segítő van jelen a különböző hivatások esetén is. Így az orvosoknak, a tűzoltóknak, a tanároknak, és igen, a gyógyítóknak is megvan a külön angyali segítőik. Kik is lehetnek égi segítők? Lehetnek arkangyalok, angyalok, a régi életedből társaid, elhunyt családtagjaid, ha úgy beszéltétek meg, hogy visszajön segíteni, lehetnek spirituális tanítók és gyógyítók, más galaxisok segítő lényei, és igen, segítőid lehetnek a természeti elemek szellemei és lényei, állatok és fák szellemei. Az angyalokkal való találkozás legnagyobb akadályai mi magunk vagyunk. A bennünk működő érzelmi beidegződések, a belénk táplált viselkedési minták és hiedelmek gátolnak minket abban, hogy tisztán érzékelni tudjuk őket. Egyben biztos lehetsz. Ha feladatod van velük, akkor kapsz is hozzá fizikai megéléseket. Aki csak egyszer is valamilyen formában átélte az angyal érintését, annak megváltozik az élete, és a földi dolgokhoz való viszonyulása átértékelődik. Nem szükséges, hogy teljesen elrugaszkodjon az élettől. Ugyanúgy lehet vidám, vicces, szomorkodhat, de aki már találkozott az angyallal, az nem vádol, nem támad, nem hazudik, nem kritizál, és nem ítélkezik. Minden spirituális gyógyítónak van égi, angyali kapcsolata. A szellemi nyitottság révén sokkal érzékenyebben fogják az ég üzeneteit. Nekem is vannak égi segítőim, a csillagok és az univerzum törvényeit őrizők közül, hogy tisztán tudjam átadni a csillagok üzenetét. Így kaptam meg én is egy csillagmeditáció során a Gretazus nevet a Pegazus csillagképből. Így lett a Pegazus a csillagsziget szimbóluma. A lélek vagy a test gyógyításakor a gyógyítást és a gyógyulást segítő angyalok is jelen vannak. Minden találkozásunk során ott vannak a te égi segítőid és őrangyalaid is, és ha szükséges, átadják a neked szóló üzeneteket. A fénnyel és az angyalokkal való találkozás felelősséggel jár, tudatosságot igényel. Hit, nyitottság, lelki érzékenység és szeretet kell hozzá. Az angyalok olyan formában üzennek neked, mely számodra a legjobban érzékelhető és értelmezhető. Ha szükséges, többféle módon is kommunikálnak veled. Ha bizonytalan vagy, kérd, hogy erősítsék meg az üzenetet. Az angyalokkal való kapcsolathoz meg kell tanulni, elcsendesülni. Amikor harmónia van benned, akkor tudod érzékelni a jelenlétüket.
Az, hogy ki hogyan érzékeli őket, az teljesen egyedi. Vannak, akik látják őket. Van, akik hallják az angyali hangokat. Van olyan, amikor álomban kapjuk meg az üzeneted, és van, hogy megérzések útján érkezik meg az új információ. Sokszor van, hogy egy-egy bevillanó, az adott helyzethez nem kapcsolódó gondolatként beszélnek hozzánk. Van, hogy onnan érzékeljük őket, hogy megváltozik a hely hangulata, vagy hirtelen felmelegszik a levegő, vagy édes illatot érzem. Ilyenkor tudd, hogy angyalok vannak a közeledben. Az angyalok érintése nyomán bizsergő érzés hullámozhat át valamely testrészeden. Az angyalok ölelése hirtelen eltüntetheti a rossz és nehéz hangulatodat, vagy hirtelen mosolyt és derült varázsol neked. Az angyalok tevékenykednek körülötted, amikor észreveszed a sok véletlen egybeeséseket, vagy amikor váratlanul pont a kérdésedhez kapcsolódó könyvet, hirdetés vagy cikket pillantod meg. Ha szeretnéd tudni, hogy te hogyan veheted fel a kapcsolatod az angyalokkal, az égi világgal, akkor szeretettel várlak egy egynapos angyalkurzuson, vagy személyes találkozás útján. A te angyalnapod a Csillagszigeten. Az általad kiválasztott napon egy szép utazást tehetsz az ég és a föld között, mely során megismerheted, hogyan fejlődik a lélek. Az utazás során megértheted, hogyan létezik egymás mellett a két világ. Megbeszéljük, hogy te milyen módon építheted ki a kapcsolatodat az égi segítőiddel, illetve adott élethelyzeteidben melyik angyaltól kérhet segítséget. A születési horoszkópod és a csillagos eged alapján megmutatom neked, hogy te milyen gyógyító képességekkel rendelkezel. Megismerheted az angyali gyógyító energiákat, illetve megtudhatod, milyen módon tudod őket használni testi és lelki problémák esetén. És hogy te is érezd az angyali energiák áldásos hatását, a végén egy gyógyító meditációban találkozhatsz velük, és a te saját angyali segítőiddel. Ha szeretnéd megismerni az angyalok világát, és tudni szeretnéd, hogy te milyen gyógyító erőkkel rendelkezel, akkor szeretettel várlak a te angyalnapodon.